4 óra múlt 1 perccel, itt az ideje, hogy élőadásban sorsoljuk a hatos lottó nyerőszámait az RTL Klubban. Szerencsés napot kívánunk, kedves nézőink! Múlt vasárnap valaki bizony nagyon-nagyon szerencsés volt, ugyanis elvitte a hatos lottó minden idők második legnagyobb főnyereményét. Több mint 1 milliárd 571 millió forintot, így most szerencsés esetben szintén egy nagyon szép összeget vihetnek el tőlünk, 70 millió forintot. A Szerencsejáték ZRT sorslási bizottsága ma is azért van itt, hogy a szabályszerűségre felügyeljen. Az elnök Krémer Istvánné. Jó napot kívánok! Közjegyzőnk dr. Nagy Herje. Hadszámhúzó ma is itt van a stúdióban. Tudják jól, hogy a kihúzott nyerőszám 6000 szeresét viszik el tőlünk. 30 ezer forint alapnyeremény ma is megilleti őket. Timi lesz a segítségemre, és akkor készítsék elő a szelvényeket, kezdjük a játékot. Első húzónk Kisvárdáról utazott hozzánk, Takács Istvánné. Margó nagyon izgul, egy éve itt volt a játékban, akkor a 31-es húzta. Mivel ez egy magas szám, ezért most kabalából ugyanazt a ruhát vette föl. Na, remélem, hogy most is szerencsét hoz. Kicsit kisebb, de azért nem rossz. 17-es lett az első nyerőszám, aminek a 6000 szerese 102 ezer forint. Köszönjük szépen! Második játékosunk Budapesten a 12. kerületben él, Kecskeméti Katalin. Katalin először került be a játékunkba, banktisztviselőként dolgozik, van egy fia Péter, aki szurkol neki a stúdió mellett, és nyaralni szeretnének elmenni, először húz, utána néz majd csak katalógust. Egy szerencseszámot húzott ki, szerintem ebből jó messzire utazhatnak. 21-es, 126 ezer forint. Köszönöm szépen. Harmadik játékosunk szegedi, Kis Péter Zsolt. Nagyon fontos, hogy Mexikóban él a húga, és őt szeretné meglátogatni ebből a nyereményből. 35 éve dolgozik a vasútnál, a 45-ösért jött, és jövő szombaton lesz 75 éves az apukája, és a 23-as húzta, egy közepes szám, 138 ezer forintért. Köszönöm. Köszönjük szépen! Negyedik játékosunkat várom, Perbálon él Kajzer József. József is volt már számhúzó, a 13-as húzta ki egy évvel ezelőtt. Na, ő nem ugyanabban a ruhában van, hát ha most egy nagyobb számot talál meg. Hévízi nyaralásra gyűjt, és a mai legnagyobb számot húzta ki, 38-as lett a negyedik. Szívből gratulálok, 228 ezer forint, ebből áztathatják magukat. Ötödik számhúzón következik, Szarvason él Vaskor Attila. Szarvas 170 km innen, 20 éve kamionsofőr, úgyhogy nem volt olyan bonyolult ide vezetni, gondolom. Két gyereke van, a 3,5 éves Marcel és a 12 éves Gréta, és kihúzta a hatost. A legnagyobb után a legkisebb itt a játékban, azért ez is 36 ezer forint. Köszönjük szépen! És akkor jöjjön a hatodik számhúzója, Kapus József, a 11. kerületben él. Megálmodta a 44-est, úgyhogy remélem, hogy sikerült is kihúzni. Közgazdász a szakmája, két fia van, akik 8 és 16 évesek, és nem jött be az álom, viszont a 25-öst kihúzta. Ez is egy jó nyerőszám. Szerintem 150 ezer forint az öné. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, meg is vannak a 17. héten a hatos lottó nyerőszámai. Nézzük emelkedő számsorrendben a 70 milliót érő számokat. 6, 17, 21, 23, 25, 38. Ha számhúzónak szeretnének idejönni, akkor arra még van idejük, vasárnap éjfélig pályázhatnak, ugyanis egy 6 mezős hatos lottóval. A telefonszám jól ismert, 061-224-2626, honlapunk www.szerencsejáték.hu. Nézzük a tegnap kisorsolt Joker számot, 259-226. Még mindig nem volt teli találat a Jokeren, ez azt jelenti, hogy most már rekord magasságban a Joker főnyereménye, 385 millió lesz a jövő heti tét. És akkor most nézzük, hogy két egymást követő héten a hatos lotton született a teli találatos. Az 55 darab ötös 270.130 forintot fizet, és most kiderül minden. Igen, gratulálok! Nem hogy 70, hanem 77.587.455 forintot nyert valaki. Szívből gratulálunk, jól végződött számára április. Ez azt jelenti, hogy a hatos lottó jövő heti főnyereménye 70 millió lesz. Találkozzunk akkor is, köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!